Az orosz hadsereg légicsapást mért a kelet-ukrajnai Dnipropetrovsk megyében lévő Cseplinei vasútállomásra, a végleges információk szerint 25-en meghaltak, és 50-en súlyosan megsebesültek, közölte Volodymyr Zelenszky elnök az ENSZ biztonsági tanácsának ülésén. Az elnöki iroda információi szerint a Szinyelnikovei járást érő orosz rakétatámadásban életét vesztette egy 11 éves kisfiú is. Helyi beszámolók szerint az orosz hadsereg az ukrán függetlenség napján többször is légicsapást mért Dnipropetrovszk megyére. Az orosz hadsereg rakétatámadást mért szerdán kora este Hmelnyicki megyére, közölte a régió kormányzója. Az előzetes információk alapján Fehér Oroszországból indították a támadást az oroszok. Az ukrán katonai hírszerzés vezetője szerdán azt mondta, Oroszországnak fogynak az erőforrásai, ezért jelentősen lassult az előrenyomulásuk üteme. Kirilo Budanov hozzátette. Az orosz katonák erkölcsi és pszichológiai fáradtság jeleit is mutatják. Mint fogalmazott, az oroszok kezdik felismerni, hogy seregük nem túl erős, és a légvédelmi rendszerük nem képes megvédeni a megszállt délkeleti területeket. Moszkva manipulált népszavazások megrendezésére készül Ukrajna oroszok által megszállt területein az amerikai hírszerzés szerint. Délen Herszonban, Zaporizsjában, keleten pedig Donyeck és Luhanszk megyében akarnak előre megrendezett referendumot tartani a régió elcsatolásáról, mondta John Kirby, az amerikai elnök nemzetbiztonsági tanácsának szóvivője. Ezek az előre elcsalt népszavazások napokon vagy heteken belül elkezdődhetnek, vélik az amerikaiak. Washington szerint az annexió előjátékának szánt népszavazások megtartása nehéz lesz az orosz szervezők számára, az ukrán lakosság szinte teljes ellenállása miatt. Ukrajna Oroszország ellen vívott háborújában már elkezdődött a fordulat, jelentette be csütörtökön Kirilo Budanov vezérőrnagy, a Védelmi Minisztérium hírszerzési főosztályának vezetője. Számolt be az Ukrajinszka Pravda hírportál a katonai titkosszolgálat honlapjára hivatkozva. A tábornok közölte, ez egyáltalán nem a világ második hadserege, de még csak nem is a negyedik. És eljön a leszámolás. Hozzátette, hogy az oroszok kezdik megérteni, hogy megfizetnek, amikor személyesen kezdik látni és érezni, hogy a háború nem valahol a világ másik végében van, hanem ott van náluk. Ez a fordulat már elkezdődött, emlékeztetett. Az oroszok elkezdték megérteni, hogy nem olyan erős a hadseregük, nem olyan jó a légvédelmi rendszerük, az orosz hadsereg pedig nem igazán képes megvédeni az ideiglenesen megszállt ukrán területeket, jegyezte meg Kirilo Budanov. Korábban Budanov bejelentette, hogy augusztusban fordulat következik be az ukrán-orosz háborúban, és Ukrajna az idei év végéig visszafoglalja minden területét, az 1991-es határokig. Más forgatókönyvet az ukrán fél nem is fontolgat. Ukrajna visszatér az 1991-es határokhoz, és nem is mérlegelünk más forgatókönyveket. Az év végére az aktív konfliktus szintje nullára csökken. Már a legközelebbi jövőben visszaszerezzük az irányítást területeink felett, ígérte meg a tábornok. Az ország állami költségvetése már megkapta a 3 milliárd dollár vissza nem térítendő támogatást az USA-tól. A hírt Denis Mihály miniszterelnök közölte Telegram csatornáján. Értékes ajándék Ukrajnának a függetlenség napjára. Joe Biden amerikai elnök bejelentette, hogy csaknem 3 milliárd dollár katonai segít juttat országunknak. A csomag légvédelmi rendszereket, pilóta nélküli légi rendszereket, tűzérségi rendszereket és radarokat tartalmaz. Jelentős hozzájárulás a győzelmünkhöz. Emellett ma újabb 3 milliárd dollár vissza nem térítendő támogatás érkezett az állami költségvetésbe az Egyesült Államokból a Világbankon keresztül. Olvasható a bejegyzésben. Szabadok, megtörhetetlenek, legyőzhetetlenek. Ezekkel a jelzőkkel emlékeztek meg az ukrán posta által Ukrajna függetlensége alkalmából kibocsátott bélyegeken az oroszok ellen harcoló ukrán katonákról. Kárpátalján az Ungvári várban került sor az ünnepélyes bemutatóra. Az elmúlt fél év folyamán ez már az ötödik tematikus postabélyeg, amely az ukrán nép ellenállását és bátorságát hivatott megörökíteni. Ez nem akármilyen bélyeg, hanem egy postai blokk, amelyben a bélyeg egy stilizált környezetben található. A bélyeget fel is lehet használni, de a gyűjtőknek is érdekes lehet. A háború kirobbanása óta ez már az ötödik hasonló bélyegünk.
A bieg 1 millió példányban készült, és a bemutatását követően az Ukrposta valamennyi fiókjában elérhető lesz. Az ungvári bemutatón két katona nyomta rá a pecsétet az új bélyegre. Ők harcoltak az atóban és a mostani háborúban is. Ezek a katonák hatalmas terhet viseltek a fronton. Mint önök is tudják, a háborúban nagy jelentősége van a szimbólumoknak, és minden háború új szimbólumokat és hagyományokat szül, valamint hozzájárul valamivel a történelemhez. Az Ukrposta által eddig kibocsátott bélyegek világhírűek lettek, és mentális, illetve kulturális téren szinte a himárszokkal vagy a bajraktárokkal azonos csapást mérnek az ellenségre. Az új postabélyeget online kereskedelmi felületeken is meg lehet vásárolni. Egy hét múlva pedig a Patron névre hallgató, aknakereső kutyát ábrázoló bélyeg is meg fog jelenni. A sokak által már nagyon várt a Patron nevű aknakereső kutyát ábrázoló postabélyeget augusztus 30-án fogjuk forgalomba hozni, amit, ha jól emlékszem, akkor még áprilisban jelentettünk be. Az ukrán posta a bélyegek mellett egyéb termékeket is kínál az érdeklődőknek, pólókat, sapkákat és más tárgyakat, amelyek a bélyegekkel megegyező díszítést kaptak. Cseperről érkezett ma újabb segélyszállítmány Beregszászba. Az adományok tartalmát előzetesen egyeztették a Vérkeparti város vezetésével. A szállítmányban a tartós élelmiszerek mellett 50 utcai lámpa is volt, amelyek beszerzése a jelenlegi ukrajnai költségvetési megkötések miatt nem lehetséges a kárpátaljai önkormányzat számára. Harmadjára vagyunk itt a cseperi delegáció képviseletében, és folyamatosan tartjuk a kapcsolatot polgármester úrral. Nagyon fontosnak tartom, hogy a kapcsolat az aktív legyen, és azt is fontosnak tartom, hogy a segítség az folyamatos legyen, hiszen látjuk, hogy azért fél évvel a háború kitörése után azért folytak a készletek, úgyhogy mi most ismételten tartós élelmiszereket hoztunk, és most hoztunk LED lámpákat is, illetve LED izzókat. Ez polgármester úrnak volt a kérése, hiszen jelezte, hogy a közvilágítással vannak problémák, és most ebben a háborús helyzetben az ilyen típusú kiadásokat nem tudják eszközölni, ezért mi Csepelről szívesen segítettünk ebben. Babják Zoltán, a beregszászi kistérség polgármestere elmondta, hogy a szállítmányból kisebb csomagokat fognak összeállítani, amelyeket a szociális kártyák birtokosai között osztanak majd ki, emellett pedig nagyon fontos az, hogy a testvértelepüléseknek köszönhetően kisebb fejlesztéseket is végre tudnak hajtani Beregszászban. Nagyon örülök annak, hogy én már harmadszor tudtam fogadni Beregszászban Csepel polgármesterét. Tartós élelmiszerrel és világító testekkel segítettek újra minket. Nagyon kiváló az együttműködésünk, és ezúton is szeretném megköszönni Csepel önkormányzatának, a képviselőtestületnek és az alpolgármestereknek is azt, hogy Beregszásznak ilyen módon és ebben a nehéz időben segítenek. Roppant nagy szükség van rá, és bízom benne, hogy hamarosan vége lesz ennek a háborúnak, és szociális, kulturális és oktatási kérdésekben is tudunk majd együttműködni. Hosszú idő óta ez volt az első segélyszállítmány, amely Beregszászba érkezett, de több magyarországi testvértelepüléssel is folynak már az egyeztetések a későbbi szállítmányokkal kapcsolatban. A február 24-e óta tartó orosz-ukrán háború miatt a jelenlegi állami szabályzat kötelezővé teszi az óvóhelyek kialakítását az oktatási intézmények számára. Az önkormányzatok augusztusi adatai szerint a 12.800 oktatási intézmény közül 3.000 tervezi a hagyományos, jelenléti oktatás megkezdését. Kárpátalján azonban a szülők és a tanárok többsége is a jelenléti oktatás megkezdését támogatja. A Nagydobronyi Református Líceum nem ukrán állami támogatású intézmény lévén semmilyen támogatásban nem részesült, ezért a magyarországi támogatásoknak köszönhetően az elsők között tudott az előírásoknak megfelelő óvóhelyet kialakítani. Itt van az egyik óvóhelyünk, itt 50 személy fog elférni, tehát összesen 50 személynek alakítottuk ki, ezt engedi az alapterülete is ennek az eredetileg könyvtárszobának szánt helyiség, de reméljük, hogy idővel a háború végével ez is visszanyeri az eredeti funkcióját. Ugye a követelményeket figyelembe véve néztük azt, hogy mi az szükséges ahhoz, hogy itt elfogadják
óvóhelynek, és engedélyezzék. Tehát nagyon fontos volt az, hogy legyen megfelelő szellőztetés, a nyílászárókat be kellett falaznunk, fémajtókat kellett felrakjunk, erre igyekeztünk odafigyelni, hogy a nagy termünknek, ahol a záhítatok zajlanak, azt ne rontsa az összképét, és így belülre helyeztük el, ugye kézmosónak kellett lenni, kellett mobil WC-nek lenni, azt itt a fal mögött helyeztük el. Minden teremben elhelyezték az adott osztályra vonatkozó evakuációs tervet. Az egész napra szóló időszakot kidolgozta a vezetőség, attól függően, hogy a légiriadó mikor szólal meg. Ha a tanítás ideje alatt, akkor a tanár vezeti a diákokat az óvóhelyre. Ha szünetben, akkor a felügyelő tanár. Emellett kijelöltek egy tanárt, hogy minden helyiséget átfésüljön, nehogy valaki az épületben maradjon a riadó alatt. És van nekünk ugye egy lista, amit szintén a követelmények között felsoroltak, hogy 100 és 150 fő között minek kell lenni egy egészségügyi dobozba. Ezt is tudtuk biztosítani. Ugye van egy akkumulátoros lámpánk, hogyha esetleg áramszünet lenne, és egy ilyen hangos bemondónk, ami jelzi azt, hogy esetleg kezdete vagy vége van, de minden tanár letölti a mobil alkalmazást, és mindig időben fogjuk tudni. Az intézmény összesen 3 óvóhellyel rendelkezik, amelyek rendeltetésszerűen nem annak épültek, azonban sikerült úgy kialakítani, hogy az ellenőrzések során minden feltételnek megfeleltek. A felvételi időszak alatt tapasztaltuk a szülők támogatását, nagyon sokan jelentkeztek a líceumba, és ez erőt adott arra, hogy mindent megtegyünk, hogy jelenléti oktatás legyen. Tehát összesen a felvételiző diákok közül 67-en jönnek hozzánk, 44 végzősünk volt. Természetesen 1-2 diák hagyta el a líceumot minden osztályból, de több jött helyettük. Úgyhogy ez egy olyan biztatás volt a szülőktől, hogy igenis, induljunk el, és mindent tegyünk meg, hogy legyenek óvóhelyek, és így megkaptuk az engedélyt a jelenlegi helyiségeket. Hát szívünk fáj érte, mert rossz látni is, hogy nem a funkciójuknak megfelelően működnek, de meg tudtuk tenni ezt, hogy átalakítjuk, és így a gyerekek tudnak jelenléti oktatásban részesülni. Ami zöldségraktárnak tűz. A harmadik óvóhely eredetileg zöldség- és gyümölcstárolóként üzemelt, mivel a líceumhoz gazdaság is tartozik. Vastag falainak és bunker kinézetének köszönhetően óvóhelyként tud funkcionálni. Összesen 116 személy befogadására alkalmas, a létszám miatt azonban 2 kiárattal kell rendelkeznie, így a pincehelység végében egy másik ajtót is ki kellett alakítani. Az intézmény igazgatója hálás a magyarországi segítségért, hisz így jelenléti oktatással tudják elkezdeni a 2022-2023-as tanévet. Ez, amiben tartózkodunk, 116 személynek tud biztonságos menedéket adni. Ezeket az óvóhelyeket mi magyarországi támogatással tudtuk megvalósítani, hiszen nem állami intézményként az államtól nem kapunk erre támogatást, és ezt ezúton is szeretnénk megköszönni, hogy ez megvalósulhatott, hiszen ez a feltétele annak, hogy mi jelenléti oktatásban tudjuk ezt a tanévet megkezdeni a sok-sok hónapos koronavírus időszak után. A téli időszakra is fel kell készülniük, mivel az eredetileg tárolóként működő helyiség nincs fűtőtestekkel felszerelve. Ami még nagyon fontos, hogy generátor is fog működni. Ugye ezek a lámpák, ezek akkumulátorosak, és 9 óráig bírnak dolgozni, de ahhoz, hogy a szellőztető meg legyen oldva, ugye kell légkondicionálót beszerelni. A téli időszak miatt itt nincs fűtés, és a téli időszak miatt nekünk a fűtésre is gondolni kellett. És ezért van az, hogy olyan légkondicionálók vannak itt, ami hűt és fűt, és ezek cserélik egyben a levegőt is. Na hát ehhez kell az, hogy 3 szünet van, akkor ugye a generátor működtesse itt ezt az elektronikus rendszert.
Az intézmény 2014 óta fatüzelésű kazánnal biztosítja a meleget a tantermekben és a kollégiumi szobákban egyaránt. Jó szokásukhoz híven már tavasszal elkezdik a megfelelő mennyiségű tüzelőanyag beszerzését, így mostanra már minden adott a tanév elkezdéséhez. Nagydobronyi református líceum 2014-ben már átállt a fatüzelésre, fafűtésű kazánjaink vannak, és hál' Istennek ez már nálunk egy rutinná vált, hogy mindig márciusban indulunk beszerezni a téli tűzifát, hogy legyen idő kiszáradni, legyen idő elkészíteni, hiszen több száz köbméterről beszélünk egy téli fűtés alatt, amit elhasznál a líceum, és hál' Istennek úgy nézünk a tél elé, hogy nem lesz gond a fűtéssel, készen nálunk, megteltek a faraktárok, és ez sem akadályozza a jelenléti oktatást, reméljük az Úr ebben segít, hogy megvalósuljon az idén. A Nagydobronyi Református Líceum tehát készen áll a diákjaik fogadására. Az igazgató úgy véli, hogy a gyerekek és a tanárok számára is üdítő lesz ismét jelenléti oktatásban részt venni. A Zakarpatgaz gázelosztó vállalat munkatársai Kereknyénél új katódvédelmi állomást telepítettek és felújították az anód mezőt is. Ez segít megóvni a település föld alatti gázvezetéket a korróziótól, hiszen az esetek 99%-ában pontosan ez az oka annak, hogy megbomlik a lakosság otthonaiba vezető vezetékrendszer hermetikussága. Mi сегодня нашу службу установим аноды. Ma telepítettük az anódokat, melyek segítik a település gázvezetékeinek állagmegőrzését. Ezek elektromos hálózaton keresztül kapcsolódnak a katódállomáshoz, ami végeredményképpen megóvja a csöveket a rozsdálástól. A szakértők előbb árkotásnak a földben lévő gázvezetékek mentén, ezt követően telepítik az anód földelést, és végül magát a katódvédelmi állomást. Az anódokat kábelekkel csatlakoztatják az állomáshoz, amelyekbe áramot vezetnek. Ennek következtében az anód folyamatot a katód váltja, így a csövek nem rozsdásodnak, csak az anódok rongálódnak. Ennek az eljárásnak köszönhetően lényegesen csökken a vezetékek rongálásának és gázszivárgásának is a lehetősége. A korszerű technológiának köszönhetően pedig az anódmezők egyre takarékosabbak. Bizonyos számú anódot telepítünk. Korábban vízszintes elhelyezést alkalmaztunk, de most már van egy fúróállomásunk, amivel 2 méter mély furatokat készítünk, és azokba helyezzük el az anódokat. Így kisebb területet foglal el az anódmező, ami fontos szempont a sűrűn beépített területeken, mint például a városokban. A 90 éves Varvara Krupcsinska jól emlékszik azokra az időkre, amikor Kereknyén még nem volt gáz. Elmondása szerint a fával való tüzelés nem volt kényelmes, különösen a téli időszakban. Sokat kellett bajlódni a tűzifával. Sokat kellett pakolni a kályhába, míg megsült valami. Gázzal sokkal könnyebb. Feltetted a főznivalót a gáztűzhelyre, és már csak figyelni kell, míg megfő. A gázelosztó vállalat munkatársai eddig már 24 földeléses állomást telepítettek Kereknyén, ami összesen 6,5 kilométernyi gázvezetéket segít megóvni a korródállástól. Kárpátalján idén 7 új anódmezőt telepítettek. Az Ungvárin kívül a Munkácsi és a Szolyvei járásban is újítottak a katódvédelmi állomásukon. A megyei gázelosztó vállalatnál elmondták, hogy a gázvezetékek elektrokémiai védelmét is sok más korszerűsítéssel és javítással kapcsolatos munkálatot is a lakosság által befizetett szállítási díjakból tudják megvalósítani. Az ösztöndíjak átadásával és hangversennyel zárult a Génius Jótékonysági Alapítvány zenevarázslat programja a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola Esztergom termében. Az idén negyedszer meghirdetett program célja a tehetséges kárpátaljai ifjú zongoristák felkarolása, fejlődésük ösztönzése, valamint a klasszikus zene iránti érdeklődés fokozása. A képzésen idén 18 diák vett részt. Összességében 31 gyermek jelentkezett, végül 18-an vettek részt a képzésen. 7 oktató gyermekéről van szó, hiszen a fiatalok június-július folyamán oktatóikkal együtt jelentkezhettek a programra. Ez egy 60 órás online képzés volt Várnagy Andrea Liszt Ferenc díjas, Budapest Márka díjas zongoraművésznővel. És azt gondolom, nagyon sikeres ez a program, hiszen évről évre egyre többen jelentkeznek be. 93 jelentkezést tudunk magunk mögött a 4 kurzus során.
során 43 gyermeknek az aktív részvételét jelenti. Ez azt jelenti, hogy vannak olyan fiatalok, akik már másodszor, harmadszor vagy éppen negyedszer is beiratkoztak a képzésre, és vannak nagyon nagy sikereink is, hiszen a fiataljaink nagy színpadokon is már helyet állnak, és Várnagy Andrea művésznővel több helyszínen is zongoráztak már. Köszönjük a magyar kormánynak, miniszterelnökségnek, Nemzeti Tehetségprogramnak a támogatást, és természetesen a művésznőnek is, és az oktatóknak is, hiszen ahogy már hangsúlyoztam, együtt vesznek részt a képzésbe. Ez nagyon fontos az utánpótlás érdekében és az utánpótlás véget. A megmérettetésre az ifjú tehetségeket felkészítő tanáraik is elkísérték. A zenevarázslat program nem csak a gyerekek fejlődését szolgálja, ösztönzőleg van a felkészítő tanárok számára is. Gyerekeink igenis jobban szeretnek zenélni, jobban szeretik ezt művelni, és Andrának is megvan a, úgymond az imidzse ebben a kérdésben, ami tényleg segíti a tanárjainkat, és mindenféleképpen csak pozitív eredményeket tud hozni a jövőben iskolánknak és a gyerekek és a tanáraink számára. A program szakmai referense Várnagy Andrea, Liszt Ferenc és Budapest Márka díjas zongora művész volt. Ez a negyedik, ez egy kicsikét más volt, abból a szempontból, hogy nyár van. Én azt gondolom, hogy a legtöbb gyerek ilyenkor a zongora felé sem néz, a kottáját ki sem nyitja. Itt mégis egy varázslat történik. Tehát ők bejelentkeznek, elmennek a tanárnénihez, együtt dolgozunk online, illetve személyes formában is, és az a fajta felszabadultság volt a nyáron, hogy nem kell másnap matek dolgozatra készülni, vagy fizika feleletre, hanem teljes mértékben zenére tudnak koncentrálni, és van akármikor idő leülni, gyakorolni. És valahogy ez a felszabadultság áthatotta ezt az egész kurzust, és egy fantasztikus élmény volt, és én úgy gondolom, hogy teljesen mindegy, hogy karácsony van, nyári szünet van, a zene akkor is a legnagyobb ajándékokat képes adni a lelkünknek, és az életünket igazán színessé teszi. A zenevarázslat programsorozat a magyar kormány támogatásával valósult meg. Eskát kaptam Bocskor Andrától. Ez az Bocskor Andrától. Ő tavaly is hozott nekem tisztáskát. Cséke Dianna segíts, hogy segíthessek Kárpátalján mozgalom megálmodója és vezetője, azokat az iskolatáskákat mutatja, amelyeket a szegény vagy nehéz sorsú családokban élő gyermekeknek szánja. Tavaly a Hátizsáknyi Szeretet néven futó akció sikeresnek bizonyult, akkor 50 kárpátaljai iskolakezdőnek tudott segíteni a támogatásokból. Idén azonban sajnos kevés a támogató, ezért csupán 20 iskolatáska és tanszer találhat gazdára, amiből 10 darabot Bocskor Andrea, európai parlamenti képviselő ajánlott fel. Az igény azonban idén sokkal nagyobb, hiszen a családok nem lettek tehetősebbek, de az árak tovább emelkedtek. Tavaly nagy siker volt a Hátizsáknyi Szeretet címmel megindított iskolakezdési program, amelynek keretein belül szerettünk volna hátrányos helyzetű gyermekek beiskoláztatásában segítséget nyújtani. Tehát gondolok itt iskolatáskára, tanszerekre, illetve ruhaneműkre, lábberikre, tehát tényleg, hogy el tudják a szülők a gyerekeket indítani szeptember 1-én. Ez a tavalyi évben, hál' Istennek, nagyon sikerült, körülbelül 50 gyermeknek tudtunk segítséget nyújtani. Az idei év az egy kicsit más. Egy picit szomorú is vagyok emiatt, mert sokkal kevesebb gyermeknek fogunk tudni ezáltal segítséget nyújtani. Jelen pillanatban 20 gyermeknek tudunk segítséget nyújtani, illetve 20 családnak az iskola kezdésben. Hogy mi miatt van ez most így, jó magam sem tudom, tehát természetesen az érthető, hogy most ugye a helyzet másabb a tavalyihoz képest. Sok mindenkinek nehéz, illetve mindenkinek nehezebb az élet, viszont jelen pillanatban nagyobb passzivitást látok. A 20 gyermeknek is úgy tudunk segítséget nyújtani, hogy 10 iskolatáskát felszerelve kaptam a minap Bocskor Andrea képviselő asszonytól, aki a tavalyi évben is segítségemre volt ebben a Hátizsáknyi Szeretet programban. Hála és köszönet, hogy az idén sem feledkezett el rólunk. Éppen köszönöm! Nagyon szívesen! Csomán járunk. A Jakab házaspár nehéz körülmények között neveli 3 gyermekét, a negyedik pedig már kirepült a családi fészekből.
A két kicsi, Nóra és Ferenc nagyon várták már az iskolatáskákat. A csillogó szemű apróságok nagy izgalommal fedezték fel a táska tartalmát, amit fel is soroltak nekünk. Gyurma, vízfeszék, lair, esze, kól, kolka, ó, pisztol, vízfesték, füzetfedő, vonalzó, színes lap, rajzfüzet, napló, tortartó, masztricák, gyurma, kajásdoboz. Minek örülsz a legjobban ezek közül? Melyik tetszik neked a legjobban? Az összes. Hát, éppen köszönjük! A családapa, Jakab Zoltán nagyon hálás Diannának azért, hogy mindig gondol rájuk. Sajnos a feleségével együtt rokkant nyugdíjasok, ezért a szűkös családi jövedelem gátat szab nekik abban, hogy a gyermekeik iskolakezdéséhez szükséges dolgokat maradéktalanul biztosítani tudják. Nagyon szépen köszönjük Diannának, cséket Diannának, hogy mindig gondol ránk, hogy segítsen rajtunk, hogy nehogy a gyerekek iskolába tudjanak menni, hogy na, meglegyen minden nekik, meg sok mindenben azért segít, mert sajnos mi is ilyen helyzetben vagyunk, hogy én is le vagyok százalékol, a párom is, nem úgy jut mindenre, ahogy kellene. De Diana azért mindig gondol ránk, a családunkra, hogy karácsonyra is, új évre is, meg iskolakezdés előtt is így nagyon köszönjük neki, és hálás vagyunk mindenért, akik még segítettek, meg a családnak. Ugri-bugri. Ez itt már a balazséri csorba család, akik öt gyermeket nevelnek. Diana őket is igyekszik rendszeresen támogatni. Az iskolatáskák mellett ide két pár új lábbeli is jutott, hiszen valamiben el kell indulni szeptemberben az iskolába. 38-as ez a cipő, csak jó lesz. Néha a családok jelentkeznek, hogy segítségre van szükségük, néha pedig az ismerősök ajánlanak olyan családokat vagy időseket, akik segítségre szorulnak. Miután sok az olyan gyerek, akik számítanak a támogatásra, ezért Diana nem csupán iskolatáskát és tanszereket, de jó állapotban lévő gyerekruhákat is vár az önzetlen támogatóktól. Hogyha bárki még szeretne ebben a programban részt venni, és szeretne segítséget nyújtani, és van odahaza olyan iskolatáskája, tanszere, amivel tudna más hátrányos helyzetű gyermeknek segítséget nyújtani, illetve kinőtt ruhanemű, lábbeli, ami még használható jó állapotban van, és szívesen odaadná más gyermeknek, akkor megkérek mindenkit, hogy legyen szíves felvenni velem a kapcsolatot, és ebben a programban segítsünk együtt azon, hogy minél több gyermeknek tudjunk a beiskoláztatásban segítséget nyújtani. Szeptember 1-jéig még van néhány nap arra, hogy az adakozni vágyó, jó szándékú nézőink is csatlakozzanak a szegény sorsú gyerekek támogatásához. Ha valaki segíteni szeretne, az keresse fel a Segíts, hogy segíthesse Kárpátalján csoportot és vezetőjét, Cséke Diannát.